Ciao a tutti, ez itt a Club Marini. Ebben a videóban megnézzük, hogy az alapnadrág szerkesztése után hogyan alakul át a szabásminta kulott nadrág szabásmintává, hogy hogyan kell megszerkeszteni az alapszabásmintát, azt a Club Marini online tanfolyamából megtudhatod, aminek a linkjét beteszem az infoboxba, ennek a részleteit elolvashatjátok, mindenről informálva lesztek. A letöltés után akár a telefonotokról is nézhetitek HD minőségben a tanfolyamhoz tartozó videókat, úgyhogy egy nagyon modern formába öntöttük ezt a klasszikus szakmát, úgyhogy én azt javaslom, hogy kattintsatok a linkre, és olvassátok, és töltsétek le. Nincs is más hátra, úgyhogy nézzük magát a szerkesztést. A kulott nadrág szerkesztéséhez az alapnadrág szabásmintából indulunk ki, amit eleje szűkítő nélkül szerkesztettem. Ennél a mintánál nem mértem fel a nadrág teljes hosszát, csak egy körülbelüli hosszt használtam alapnak. Első lépésként 1 cm-rel alacsonyabbra vettem a derékmagasságot, jelölőpontokat rajzoltam, majd az eredeti derékvonallal párhuzamosan megrajzoltam az új derékvonalat. Második lépés, hogy berajzoltam az övpántot, 3,5 cm-t jelöltem, de ez a magasság változhat az ízlésettől függően. Harmadik lépés a zsebvágás jelölése, ebben az esetben 15 cm-t mértem le a nadrág oldalán. Majd 2 cm szélességnek, a pontokat egyenes vonallal összekötöttem. Negyedik lépés a zsebalátét megszerkesztése, a zsebvágás pontjaitól 4 cm-t mértem, a pontokat egyenesen vagy akár ívesen is összekötheted, ez tőled függ. Ötödik pont a zsebzsák megrajzolása, itt nem is magyaráznék különösebben, minden részletet megtaláltok a nadrág tanfolyam anyagában. Hatodik lépés a cipzár alátét, alátétek szerkesztése, ezt sem ecsetelném, a letölthető anyagban minden részletet megtaláltok. Hetedik pont, hogy bejelöljük a nadrág hosszát, én egy térd alatti verziót készítek, így 63 cm-t határoztam meg. Az alja szélességet meghosszabbítom, hogy rá tudjam mérni majd az új bőséget. Nyolcadik lépés, hogy lemérem az S-pont és az eleje középvonal közötti távolságot, majd ezt az alja vonalra mérem. A pontokat egyenes vonallal kötöm össze, így meg is kaptam a kulott eleje részét. Térjünk is rá a háta szerkesztésre, itt is a derék magasság alacsonyításával kezdem, ugyanannyit mérek, mint az elején. Ezek után jöhet az övpánt, szintén 3,5 cm-rel. Az eleje részen lemérem a térdmagasság és az alja vonal közötti távolságot, amit majd rámérek a háta részére is. Közben elvesztettem, hanyadik pontnál is járunk, na nem baj. Következő lépés, hogy az eleje középvonallal párhuzamost húztam, a csípő pontjából lefelé, egészen az alja vonalig. Majd ezek után az S pontból ismételten rámérem az alapnadrág szerkesztésekor kiszámolt SD pontok távolságát, erre a pontra merőlegest állítok, majd összekötöm az alja vonallal. Egy kicsit megerősítem a vonalakat, hogy jobban látszódjanak. Azzal, hogy nem arányosan növeltem a háta bőséget, a középvonalat át kell helyeznem az alja bőség felezési pontjához. Ezzel elkészült a szabásminta, nem maradt más hátra, mint átmásolni a kiszabandó részeket és ellenőrizni az illesztési pontokat. Hát ez lett volna maga a szerkesztés, remélem tudtam pár hasznos tanácsot adni. A következő videóban a varrásról lesz szó, hogy hogyan is kell megvalósítani, kiszabni ezt a nadrág típust, úgyhogy remélem akkor is velem tartotok, találkozzunk legközelebb, addig is kövessetek Instagramon, ciao!